Én nem azt mondom, hogy nem számítanak az észérvek, csak fontos, hogy féljenek egy kicsit. Érted? Aha, nagyszerű. Na gyere, menjünk. Ott nem állítod le? Minek? Úgyis gyorsan végzünk. Tudod, milyen lassan melegszik be ez a szar? Nem, de. A káros gázok kibocsátása. Az ENSZ-esek kimutatták, hogy ha nem sikerül csökkenteni, akkor a század végére totál megnő a hőmérséklet, akár 4 vagy 6 Celsius fokot is. És azt tudod, mit jelent? Persze. Árvizek, haszályok, égésség, járványok, háborúk, menekültek, blablabla. Tudom, ne szanom. Na, te csinálod vagy? Csinálta. Az összes ország mind csak prédikáról, hogy ez kéne meg az kéne. De szerintem tudod mi? Ez akkor senki nem csinál semmit. Ez a mindenki beszélni. Aztán persze majd csodálkoznak, amikor olyan szárazság lesz, hogy a halak 2 éves korokig nem tudnak megúszni. Elmondom őket, hogy a század végére 110 éves leszel. Örülsz majd, ha a kutyóra kikutsz meg. Szóval nyugi. Aztán menjünk be. Egyébként meg, amíg én élek, lesz áram, víz, benzin. Hagyjanak ezzel a hülyeséggel. Engem nem érdekel. Foglalkozzanak vele mások. Esetleg hozhatnának egy törvényt, hogy este 6 után nem lehet autózni. Aztán kész. Amúgy is a tudomány meg a technika mindent megold. Addig meg mit csinálja? Finjük egy zacskóba? Volt egy ilyen látomásom. Álmomban fa voltak. Magas és sudár. Aztán rám repült egy pillangó. Kinyitotta a szárnyait és... Tudod, mit sugott a lombjaim közé? Na mit? Légy te a változás. Te Laci vagy. Üdvözlöm! Mi a Fák és Gyökerek klímavédelmi szervezettől jöttünk, a segítségét szeretnénk kérni a klímaváltozás elleni áldász küzdelemben. Ezt a gyökeret.